Gázturbinás erőművekkel biztosítaná a nagy ipari parkok megnövekedett áramigényét a kormány. Kelet-Magyarországon három blokkot is építenének, kettőt Tiszaújvárosban, egyet pedig Visontán. Az MVM csoport már el is indította a közbeszerzési eljárást, várhatóan 3,5 év múlva üzembe is állhatnak a turbinák. Az Energiaügyi Minisztérium közölte, a két új tiszaújvárosi blokk évente átlagosan 5200, míg a mátrai 3800 gigawattóra villamos energiát termelhet majd. Vendégem pedig a stúdióban Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Megoldja az energia problémát ez a gázerőmű, hiszen nagyon sokan azt mondják, hogy nem biztos, hogy ez lesz a legjobb megoldás az energia igény kielégítésére. Ön mit gondol erről? Azt gondolom, nagyon fontos, hogy Magyarországon stabil, megbízható, hatékony erőművekkel rendelkezzünk, annak érdekében, hogy az ország energia szuverenitását minél szélesebb mértékben tudjuk biztosítani, és ez viszont kellenek erőművek is. Ugye van egy paksi atomerőművünk, ami már évtizedek óta nagyon stabilan működik, nagyon szépen jönnek föl a megújulók, a napelemes kapacitások, emellett viszont kellenek olyan erőművek, amelyek szabályozhatóak, akkor is bekapcsolhatóak, ha például nem süt a nap, és ebben a gáz turbinás technológia az egy nagyon-nagyon fejlett technológia. Rendelkezünk már ilyen erőművekkel, de azt látjuk, hogy látva az általános elektrifikációs trendet, hogy egyre többet fogyasztunk villamos energiából, illetve az ország ipara is egyre több energiát fogyaszt, ezért nagyon fontos, hogy legyenek ezek a stabil, megbízható erőművek, és ebbe hozott egy döntést a kormányzat. Igen, de azonnal elhangzott az a kritika, vagy kritikai észrevétel, hogy ugye orosz gáztól való függetlenedés így biztos, hogy nem következik be záros határidőn belül, mert hogy valószínűleg Oroszországból érkezik ez ehhez szükséges gáz, és hogy hosszú távon, hogyha mondjuk tényleg zöldítésben gondolkodunk, akkor ez megoldás lehet-e? Igyekszünk olyan technológiát keresni, ami már például hidrogén égetésére is alkalmas, úgyhogy amikor már a hidrogén nagy mennyiségben rendelkezésre áll, akkor például azt is el lehet ezekben az erőművekben égetni, úgyhogy így lehet például zöldíteni hosszabb távon ezeket az erőműveket. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy nem csak Magyarország építi ilyen erőműveket, ha körbenézünk egész Európában, szerte Európában látunk hasonló projekteket, pontosan a megújulók miatt, ugye egyre több a megújuló, ki kell tudni egyensúlyozni ezeket a megújulókat, és alapvetően ez az a technológia, ami nagy nagyságrendben képes ezt a nagy volatilitást kiegyensúlyozni. Tehát, hogyha mondjuk a zöld energiában a szél és a napenergia nem tud annyit termelni, illetve pontosan ez a fajta kapacitás hiány még előállhat, akkor erre a megoldás ez az erőmű, mert hogy ez könnyű leállítani és könnyű újraindítani relatíve természetesen, tehát hogy sokkal hamarabb lehet energiához jutni, nem pedig annyira ugye veszélyes üzem, mint mondjuk az atomenergia. Így van, az atomenergia az alapvetően egy ilyen folyamatos futásra lett kitalálva. A gáztüzelésű erőművek viszont nagyon rugalmasak, akár negyed óra alatt is nagyon nagy mértékben fel lehet kapcsolni ezeket az erőműveket, és pontosan ez kell ahhoz, hogy a nagy ingását a megújuló energiatermelésnek valahogyan kiszabályozzuk. Ugye megnézzük, 8760 órából áll egy év, na most ehhez képest ugye a megújuló energiatermelő kapacitások azért az év csak töredékében termelnek, viszont energiára az év többi időszakában is szükség van, és a ilyen nagyságrendben jelenleg most a gáztüzelésű technológia az, ami alternatívát tud nyújtani. Emellett természetesen egyéb technológiákban is gondolkodunk, például nagy ipari méretű akkumulátorokban, viszont ezek még nem olyan nagyságrendűek, hogy teljes egészében ki tudják egyenlíteni a megújuló energiatermelést. Azért az is fontos kérdés volt, ez az enyhe tél Európában abból a szempontból jól jött, hogy fel lehetett tölteni a gáztározókat, és nem kellett annyit használni belőle. Milyen szinten vannak most a tározók, és ami benne van, gázmennyiség mennyi időre elegendő? Igen, még nagyon jelentős mennyiségű gáz van még mindig betárolva a magyar tárolókban is, úgyhogy szerencsére már közeledünk a fűtési szezon végéhez, úgyhogy értelemszerűen ebben a fűtési szezonban már semmilyen probléma nem lett. Én azt várom, hogy már a következő téli felkészülést is úgy tudjuk megindítani, hogy még elég jelentős mennyiségű, több milliárd köbméternyi gáz van a magyar tárolókban, és akkor erre építkezve tudjuk majd újra feltölteni a tárolókat. Úgyhogy egész Európában, de Magyarországon is rengeteg mennyiségű gáz maradt. Kicsit 50% alatt vagyunk a teljes fogyasztásnál, de ez egy nagyon jelentős mennyiség. Az elmúlt évek átlagát megnézzük. És mennyi spóroltak a magyarok, akár a villany, akár a gázfogyasztás tekintve? Nagyon jelentős spórolás következett be itt a nagyfogú bizonytalanság miatt. Tavaly évben az előző évhez képest 17%-os a földgázfogyasztás csökkentés. Ugye megnézzük, hogy
ha differenciálunk a lakosság, illetve az ipar között, mind a két szegmensben nagyjából ugyanezt ezt az arányszámot találtuk. A villamosenergia esetében is spóroltak a fogyasztók, azonban ott jóval kisebb a spórolás mennyisége értelemszerűen. Ott 10% alatti, jóval 10% alatti ez a spórolás, de szintén az eddigi trendek megfordultak és csökkent a fogyasztás. Ja, azért rendkívül nehéz helyzet előtt volt a kormányzat, amikor elképesztő hullámvasútba kezdett a gázára, illetve a villanyára is, de főleg a gázára. Ugye volt, amikor nagyon magasan volt, most azonban csökken. Várható az, hogy ez megmutatkozik az árakban is, illetve hogy akkor a gázára, hogyha csökken, akkor az begyűrűzik a gazdaságba, és mondjuk bármilyen más, akár infláció csökkentő, akár a gazdasági szereplők számára árcsökkentő hatással lehet? Én azt gondolom, nagyon fontos fejlemény a piacokon, hogy most tényleg jelentősen lecsökkentek a gázárak, ez még mindig magasabb amúgy, mint a hosszú évek átlaga, de már nem azokat a nyári rekord árakat látjuk most a piacon jelenleg, ami volt tavaly nyáron, tavaly ősszel. Viszont nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Én azt gondolom, hogy a szankciós politikák azok továbbra is ott vannak, sőt újabb szankciókat tervez kivetni az Európai Unió, és újra elkezdjük majd feltölteni az európai gáztárolókat, és kérdés, hogy hogyan fogunk tudni hozzájutni az import gázhoz, úgyhogy nagyon nagyobb bizonytalanság továbbra is a gázpiacokon. Erre fel kell készülni, és ennek ellenére próbálja azt a kormányzat elérni, hogy a lakosság számára továbbra se változzanak a rezsicsökkentett gáz és villamos energia árak. És egyébként honnan jöhet, hogyha nem Oroszországból a gáz, akkor milyen más utakon jöhet, hiszen hosszú távú szerződéseken dolgozik a kormány, az Európai Unió is egyébként, de az, hogy mondjuk Azerbajdzsánból vagy Szerbia felől, tehát a déli útvonalon Törökországból akár jöhet nagy mennyiségű gáz, ez mennyire kivitelezhető hosszú távon természetesen? Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy van hazai kitermelés is, egy körülbelül 1,5 milliárd köbméter. A kormány azt döntött el az elmúlt időszakban, hogy ezt emeljük meg 2 milliárd köbméterre. Úgyhogy diverzifikációs szempontból ez a legjobb, amit itthon ki tudunk termelni. Emellett hozzáférünk a horvát úgynevezett LNG terminálhoz is, onnan már most is szerzünk be földgázt, illetve itt a azeri vonal, illetve a dél-keleti irány az, ahonnan tudunk esetleg további gáz behozni, illetve van még egy északi folyosó is, ugyanis elkészült a lengyelek és a szlovákok között egy új összeköttetés, úgyhogy akár még az északi irányból is tudunk pótlólagos gázmennyiségeket behozni. Hogyha a zöldítésben gondolkodunk, ugye nagyon fontos kérdés a napelem mellett a szélenergia, és az is nyílt titok volt, hogy azért a kormányzat megosztott volt ebben a kérdésben, hogy épüljön szélerőműpark, ne, ha igen, hol, milyen távolságra lakott területtől. Van erről valamilyen döntés, vagy kikristályosodott vélemény, hogy hogyan lehetne ezt jól megvalósítani? Döntés még nem született, továbbra is még elemezzük az előnyöket, illetve a hátrányokat, van előnye is és hátránya is a szélenergiának. Előnye lehet, hogy szintén egy helyben termelt tiszta energiaforrás. Én azt gondolom, hogy Magyarország azért nem a legjobb széladottságokkal rendelkező ország. Itt vagyunk a Kárpát-medence közepén, úgyhogy értelemszerűen azok az országok, amelyek tengerpart mentén helyezkednek el, sokkal jobb potenciállal rendelkeznek. És szintén egy olyan technológiáról beszéltünk, ami nem állandóan termel, hanem alapvetően időjárás függő termelő, viszont nem ugyanakkor 100%-ban, mint amikor a napelemek termelnek. Úgyhogy nagyon sok pro és konér van, és ezeket elemezzük. Tehát akkor a napelemmel kapcsolatban nincsen vita, a szélerőmű az még mindig akkor, ha lehet így fogalmazni, lóg a levegőben? A napelemekkel szeretnénk a további úton is tovább haladni, és szeretnénk olyan feltételeket biztosítani a napelemek számára, hogy minél több napenergiát tudjunk hasznosítani. Magyarország ezen a területen viszont nagyon jó adottságokkal rendelkezik nemzetközi összehasonlításba is, és eddig is már nagyon szépen haladtak, már a terveket meghaladó napelemes elterjedésről beszélünk, mert több mint 2 paksnyi napelemes kapacitás van a magyar hálózaton, ami én azt gondolom, hogy nemzetközi összehasonlításban is egy nagyon komoly szám. Steiner Attila, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.